Én tudjátok, mondtam, hogy van egy házasságom, meg mit tudom én. Én itt a végén tartozom nektek egy őszinte vallomással. Nekem a házasságom nem működik. És itt többen föltették a kezük, hogy nekik működik. Az igazság az, hogy tudom, hogy senkinek nem működik. Mert a házasság az nem működik senkinek, azt működtetjük. Sokan azt hiszik, hogy arról szól egy párkapcsolat, hogy az első években, tehát sokan így is csinálják, az első években, aki hormonálisan ismeri az ember működését, a rózsaszín felhő az egy gyönyörű hormonális időszak, nagyjából semmit nem kell csinálni, és egyszerűen kapsz egy olyan motort, hogy egész nap udvarolsz a másiknak, meg oda vagy érte. Oké, nem ez a nagy titok, hanem az, hogy sokan azt hiszik, hogy működtetik az első években, és akkor eljutnak mondjuk egy esküvőig. Gyönyörű dolog a házasság, tudom, hogy ma nem ez a divat, de gyönyörű dolog. Csak sokan nem jól csinálják, mert nem jól gondolkodnak róla. Na, sokan azt hiszik, hogy el kell vinni egy kapcsolatot, hogy ilyen esküvőig, házassági, mert ott van a nagy boldogság, és mit csinálnak nagyon sokáig utána? Hátra dőlnek, mert hogy elkészült a nagy mű. Pedig a nagy mű nem itt készül, hanem ott készül, vagy, tehát hogyha eljönnétek hozzá, nem tudom, van-e valaki, aki szívesen eljönne hozzám vendégségbe. Tényleg? De rendesek vagytok, lehet, hogy... Egyszer csinálok egy ilyet, hogy Ádám. Van mellettünk egy házot, lehet, hogy meg tudnátok szállni. Azt kell róla tudni, hogy a szomszéd kiment Brüsszelbe tudósítani, de ez már 10 éve, és azóta senki nem látta. Nos, ez a ház, ez 10 éve épült meg, gyönyörű ház, kiment tudósítani, és azóta ehhez a házhoz nem nyúltak hozzá. Most gyönyörűen meg lett építve, és ha már eljönnétek hozzánk, azt mondanád, hogy Ádám, inkább nem szállok meg abba a szomszédházba, mert nem akarok. Elmondom, az utcában ezt úgy hívjuk azt a házat, hogy az a ház, aminek a közepén fa nőtt, 10 év alatt be lehet látni, tehát ilyen növények vannak belül, úgy rókakőköket is már volt, aki látott ott beosonni. Ahogy a nap megsüti, látod az üveget, ahogy ilyen besüt, de ilyen tiszta por az egész, mint az ilyen horrorfilmekben, hogy tiszta pókháló az egész, ilyen tetvek, bogarak, minden van ott, amit akarsz. Az Eres csatorna le van szakadva, ilyen téli időszakban mindig ott átnézek, és ilyen annyira rossz érzésem volt, tavaly télen, már, vagy most legutóbb télen, én már majdnem átmentem, és fogtam egy létrát, hogy én megszerelem az Eres, mert annyira rossz volt nézni, hogy folyik a hóle, a fagyos víz, ázik szét az alja, ott a szigetelés megy szét, egyszerűen rossz nézni. Na most ugyanezt történik nagyon sokak házasságával, hogy azt hiszük, hogy jó a kapcsolatunk. De hogy ez, azt kell tudni, hogy a házasság az mindig egy ilyen létrehozott eredmény, az nincsen magától. Egy házasságunk akkor van, hogyha teszünk érte, vagy egy párkapcsolatunk akkor van, hogyha teszünk érte. Ez nagyon sokan, ugye az esküvőig, drágám, megmasszírozhatom a hátad. 7 év múlva megnézzük, ha basszus, hogyha fáj a hátad, menj el valami masszőrhöz, az csinálj vele valami. Mert kapcsolat elején ez még jól megy. Drágám, főzhetek neked egy finom vacsorát, cunci muncikám, 7 év múlva megnézzük. Basszus, ha éhes vagy, akkor csináljál magadnak valamit, ha meg üres a hűtő, menj el a spárba, aztán vegyél már arról a térdbe valamit. Kapcsolat elején, drágám, annyira jó, rádadhatom a kabátot, látom, hogy olyan kis fázol, 7 év múlva megnézed. Fázol, öcsém, akkor miért nem hoztál kabátot, én nem adod oda, mert én is fázom. Tehát az elején szépen megépítjük, és azt hiszik, hogy működni fog, és akkor csodálkozunk, hogy 7 év után ez valahogy nem akar működni. Figyeljetek, ez egy olyan alaptörvényszerűség, ez nem a párkapcsolati könyvnek a 10 parancsolata, ez az életben az egyik fontos dolog. Az életben nincs olyan, ami létre tudna úgy jönni, hogy ne tennénk bele. Nincsen siker beletett munka nélkül. Nincsen növény, ami ne kapna fényt, ami ne kapna tehát nem tud növekedni, hogyha nem kap valamit. Egy kapcsolat is akkor tud növekedni és fejlődni, hogyha beleteszünk. A kérdés minden nap egy, minden nap az, és minden egyes nap föl kell tennünk a kérdést. Ma tettem-e valamit a párkapcsolatomért? A tettem alatt nem azt értem, hogy elmentem dolgozni. Szerette... Az is fontos. Szerettem-e a másikat? Ma azt néztem-e, hogy magamért teszek, és nekem legyen jó? Vagy erőt veszek magamon, és teszek-e valami olyat, ami ma a másiknak is jó? Mert egy vacsorát nem mindig könnyű megcsinálni, az első 3-4 évben könnyű. Tudjátok miért? Mert a hormonok támogatnak. Utána már nem könnyű megcsinálni azt a vacsorát. Elmenni egy rózsáért, tudod a szádba venni, kivérezteti a szádat, annyira hegyes, de így bemenni a feles... Első 3 évben mindenki meg tudja csinálni, mindenki, mert a hormonok segítenek. Utána, na onnantól jön a dolog. Szeretne valaki 100 000 forintot nyerni? Itt most. Jó? Aki igennel tud válaszolni és igazolni tudja a válaszát, annak adok 100 000 forintot. Itt helyben, itt van a zsebemben. Van-e olyan autó? Van-e olyan autó,
amit egyszer kell megtankolni, megtölteni, egyszer az elején, és korlátlan ideig életed végig az egész földet be tudod vele járni. Köszönöm szépen, a 100 000 forint nálam marad.